Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Stúdiónk mai vendége Balogh Gyula, a Bárcsalók város polgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is, és a kedves tévénézőket is. Polgármester úr, úgy gondolom, hogy egy mozgalmas 2020-as évet zárhattak. Ha nagy vonalakban össze kéne foglalni, hogy mi történt a tavalyi évben a Bárcsalókon, akkor hogyan tenni ezt? Igen, furcsa és nehéz évet zártunk, mint mindannyian az országban. A furcsa és a nehézsége abban volt, hogy ez a vírushelyzet jelentősen befolyásolta életünket, különösen a Bárcsalók életében is betöltött egyfajta rossz szerepet, hiszen turisztikai településként azért jócskán érintett bennünket. Összességében gazdaságilag azt mondanám, hogy eredményes évet zártunk. Ezt annak köszönhetjük, hogy ugyan nem tudtuk megvalósítani, hiszen a személyes találkozások azok erősen korlátozódtak, tehát a kulturális programokat, a különböző csoportoknak a találkozóit, nyugdíjas találkozókat, fesztiválokat, koncerteket, ezeket nem tudtuk megrendezni. Ugyanakkor a turisztikai adottságaink abban jók, hogy elég szellős helyünk van, tehát szabadtéri, szabadvízű strandunk van, és ott a megfelelő távolság betartásával, a korlátozó szabályok figyelembevételével azért a vendégek igénybe tudták venni. Készültünk a fejlesztésünkkel, úgyhogy teljes kapacitásában tudott működni a strand, és a turisztikai területünk gazdaságilag nem érintette a települést. Tehát 60 ezer látogatója volt a strandnak, akik jegyet váltottak. Ugye a kerékpárosok számát azt tudjuk, hogy a Tiszatónál rekordot döntött, 90 ezer látogató volt, aki körbe kerékpározott a Tiszatón. A mi regisztrációk szerint strandon 15 ezer kerékpáros biztos, hogy áthaladt, akik vagy megálltak egy kicsit fürdőzni, vagy... Úgyhogy olyan 75 ezres látogatói szám az biztos, hogy megvolt a strandon. Tehát a részben azért meg tudtak tartani rendezvényeket, programokat. Ősszel ünnepelte a város a születésnapját, úgymond a város ünnep. Miben volt érdekes, miben volt más ez az ünnep? Igen, mindig készülünk a Bárd és Szalók Egyesülésének az évfordulójára, és ez annak idején 1896-ban történt, és ez egy szeptember végi, október elejé esemény volt, ezért mindig erre az időpontra szervezzük mi is a város ünnepét. Bíztunk benne, hogy nagyobb volumenű rendezvényt tudunk szervezni, de hát a korlátozó intézkedéseknek megfelelően azért egy kisebbet sikerült szabadtéren összehozni, és régi vágyunk volt már, hogy a Bárdnak a történetéből Tonusz Oba emlékművet avassunk, és sikerült ezt az idén a művelődési ház mellett, ahol valamikor az abádi rév működött, ezt felavatnunk. Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész úr alkotását. Akkor ez az alkotás is díszíti a Bárcsalókat, illetve az odalátogató közönség egy újabb látnivalóval gazdagodott. Ugye, ahogy említette, a pandémiás időszak egy kicsit korlátozta a városnak a működését, de ha megfigyeljük, az utóbbi években a Bárcsalók azért a dinamikusan fejlődő városok közé tartozik. Tehát sok-sok olyan fejlesztés valósult meg, amely jó hatással volt az emberekre, az emberek, az ott lakók ezt élvezhették, köszönhető ezt különböző elfopós, topos, illetve magyar falu program nyújtotta a lehetőségeknek, pályázatoknak. Dióhéjban foglaljuk össze, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Így igaz. A legnagyobbakat említeném először, a területfejlesztési operatív programnak köszönhetően megvalósult a Szabadstrand infrastrukturális fejlesztése. Ez áthúzódó pályázat volt, de 2020-ban teljesen befejeztük, átadtuk, működik teljes egészében. Volt egy zöldváros programunk, amelyben a közterületeknek a felújítása zajlott. Ebben növényeket telepítettünk, játszóteret építettünk, köztéri WC-ket, illemhelyeket helyeztünk el, a piacnak egy részét megújítottuk, sétányokat építettünk, padokat helyeztünk el, parkosítottunk. Ezt nyilván a városlakók
maguk is élvezhetik, és hát természetesen a turisták is örömmel tudják használni, fogadni. Történt egy energetikai fejlesztés, azóta is működik, ez az általános iskola, ez nem kevésbé látszik, hiszen az általános iskola tetején van elhelyezve, a tornaterem tetején egy 300 négyzetméteres napelem park, amely gyakorlatilag az általános iskola energetikai felhasználását talán egész évben tudja biztosítani, kizárólag bioenergiával, napenergiával. Illetve megépült a lakosság számára, gyermekek számára egy régi vágyunk, egy gyermekorvosi rendelő, illetve védőnői szolgálat. De elsősorban a védőnők voltak azok, akik már nagyon régen, elég mostoha körülmények között végezték tevékenységüket, és ebben az évben sikerült átadni ezt az épületet. Már márciusban akkor már pandémiás helyzet volt, de sikerült felavatnunk, és azóta is problémamentesen működik. Ez a négy, ez teljesen be lett fejezve 2020-ban, illetve elindítottunk egy ötödik programot is. Szerencsének annak, hogy jól dolgoztunk, és a megye is úgy ítélte meg, hogy még adhatunk be pályázatot. Így bölcsödei férőhelyek építése, bővítése zajlik most a településen éppen. Közbeszerzés alatt van a pályázat. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy 60 éve van Abátszalókon bölcsöde, viszont 100 éves az épület, amiben ők el vannak helyezve, és régen vágytunk arra, szintén egy olyan program, ahogy egy modern körülmények közé tudjanak kerülni a legkisebb gyermekek, és a családoknak, a fiataloknak tudjunk biztosítani a munkába járás lehetőségét is azzal, hogy megfelelő körülmények között tudják a gyermekeiket. Így az óvodánk mellett, az egyik óvodaépületünk mellett van egy önkormányzati üres telek, és így oda lesz megépítve ez a bölcsöde. Várhatóan lehet, hogy ez év végére, vagy a következő év tavaszára az épület el fog készülni, egy teljesen új épület. Így később a családoknak arra is lesz lehetőségük, hogy a gyermek elindul a bölcsödébe, megszokja az intézményi közeget, illetve, és utána pedig, hogyha óvodába lép, akkor már a mellette lévő épületbe kell menni, tehát nem egy idegen közeg fogja várni. Úgy gondolom, hogy ezeknek a pályázatoknak a megírása, megvalósítása, lezárása egy összehangolt munkát kíván, akkor ez adott a Abátszalókon, az önkormányzaton, a polgármesteri hivatalban. Hogyan jellemzi a munkát önkörül a hivatalban? Hát rendkívül sokat kell együttműködni valóban, tehát nem csak helyben is természetesen, de a megyei vezetéssel, a területi vezetéssel, az országgyűlési képviselőnkkel, F. Kovács Sándorral, Huba Imre elnök úrral, akik mindenben segítnek abban a területfejlesztési ben érdekelt cégekkel, hogy ezek a projektek kellőképpen megalapozottak legyenek, elő legyenek készítve, ütemszerűen legyenek végrehajtva, és hát a szükséges forrásból ki tudjunk jönni, és azt be is tudjuk fejezni. És ami még nagyon fontos, és a jövőben is nagyon fontos lesz, hogy olyan fejlesztéseket végezzünk, amik később fenntarthatóak is. Úgyhogy ehhez rendkívül nagy összehangolt munkára van szükség, mind a mérnököktől, tervezőktől kezdve a kivitelezőkön át, és hát természetesen az apparátus is. De jól működik a csapat, ezt bizonyítják azok a fejlesztések is, amelyeket sikerült befejeznünk, illetve folyamatban vannak. Ugye a tavalyi év és még az idei évet is érinti, a COVID-19 nagyon sok családot hozott nehéz helyzetbe. Ugye az önkormányzatok, a kormány és az önkormányzatok is igyekeztek valamilyen támogatásokat nyújtani a családoknak. Az Abátszalóki önkormányzatnak milyen lehetőségei voltak, hogyan tudtak ezekkel a lehetőségekkel élni, hogyan tudták segíteni az ott lakókat? Igen, ez nehéz helyzetet teremtett számunkra is, tehát nyilván az intézményeinket górcső alá vettük, és próbáltuk megóvni attól, hogy fertőzés alá kerüljenek. Mindenki tisztítószerekkel jobban elláttuk őket. Nagyon jól összehangolt működés zajlott a városban ebben a nehéz helyzetben, akik, ha szükséges volt intézmény bezárás, valami betegség fölbukkanása miatt, akkor online módon vagy home office-ban otthonról látták el a munkát.
Maszkokat vartak nagyon sokat egyébként a dolgozók, tehát otthoni munkavégzés során is, de benne az intézményben is, az óvodai dolgozók, bölcsődei dolgozók például, vagy az iskolai dolgozók, a takarítónénik, a pedagógusok pedig végezték ugye az online oktató munkát. Ezeket a maszkokat, azokat, ha még a lakosság nem tudott beszerezni, ezeket nagy részét kiosztottuk, illetve csomagokat osztottunk a tavaszi időszakban, amikor jelentősen fölment, és mindenkinek otthon kellett maradni, a fölment a fertőzötteknek a létszáma országos szinten. A településünket azért még annyira nem érintette. 1500 lakás van, ház van abátszalókon, ebből 900 háztartásba juttattunk el 10 000 forint értékben olyan csomagot, amelyben tisztítószerek, tartós élelmiszerek voltak. Ezeknek egy részét az önkormányzat saját forrásból vásárolta meg, illetve a másik részét pedig helyi vállalkozóknak a fölajánlásából sikerült beszerezni, tehát nagyon együttműködött a lakosság, a csapat. Közterületen, ahol nagyon érintett volt a terület, ahol több ember fordult, ott közterületi fertőtlenítéseket végeztünk, úgy mint az orvosi rendelő környéke, posta, takarékszövetkezet, gyógyszertár környéke. Folyamatosan heteken át permeteztünk, illetve ahol, amit kézzel meg lehet fogni, ajtókat, kilincseket, korlátokat, ezeket folyamatosan fertőtlenítettük. Működik a településen egy bentlakásos idősek otthona, ez a református egyház működteti már az előző évtől, velük szoros együttműködésben végeztük az óvintézkedéseket, a munkákat, gyakorlatilag teljesen lezárták a bentlakásos idősek otthonát, ott 15-16 idősünk kapott elhelyezést, sikerült is zömében, az év nagy részében megúszni a fertőzést, de nagy fertőzést nem is jelentkezett, tehát teljesen lokalizálni tudták, nagyon szigorú körülmények között, tehát ott is csomagoknak a beérkezésétől kezdve, vagy az élelmiszereknek a beérkezésétől kezdve még a szociális főzőkonyhánk egy épületben van az idősekkel, ott a beérkező csomagokat is fertőtleníteni kellett, vagy pedig pihentetni két napon át, hogy esetleges fertőzés sem a konyhára, sem pedig az idősekhez ne kerüljön el. Nagyon sok idős személynek kihordjuk az ebédet, illetve bejárnak az ebédért a nappali ellátás keretében. Itt vállaltuk azt, hogy mi önkormányzat biztosítottunk még egy autót az ebéd kiszállításához. Ez jelen pillanatban is így működik, tehát addig, amíg a veszélyhelyzet fönnáll, addig nem engedjük, hogy az idősek közlekedjenek úgymond a településen, hanem inkább házhoz visszük nekik, ezt az önkormányzat vállalta fel, és az önkormányzat költségén történik mind a mai napig. Jelen pillanatban még március elejéig ez fönnáll, de hogyha szükséges, akkor ezt tovább is fogjuk természetesen biztosítani. Akkor a Bátszalok is azon települések közé tartozik, ahol a polgármester és a képviselőtestület is ugye gondos gazdaként segíti az ott lakókat, és folyamatosan azon gondolkodik, hogy min lehetne még javítani, jobbítani. Gondolom, hogy a Bátszalókon is néznek szembe ilyen kihívásokkal. Mik ezek? Mit lehet még a Bátszalókon fejleszteni? El van készítve már több éve egyébként, mindig gyűjtöm, hogy milyen fejlesztési elképzelései vannak a Bátszaloknak. Nyilván a lakosoktól, képviselőktől, ha jön egy-egy ötlet, akkor ezt a listát bővítem. Hát pontosan abban az előkészítő szakaszban vagyunk, az elmúlt héten is volt online konferencia Huba Imre elnök úr, illetve F. Kovács Sándor képviselő úr vezérletével, amikor a 2021-27-es időszakban kell tervezni a projekteket. Ezeknek egy része nagy projekt, de vannak kisebb projektek is. És ez azt jelenti, hogy ugye kellőképpen elő kell készíteni, tehát azért bizonyos tanulmánytervek, látványterveknek majd azért szükséges, hogy kéznél legyenek. Ha csak nincsenek olyanok, amelyeket már korábban megterveztünk, mondjuk egy-egy út vagy épületnek a terve, ami nem sikerült megvalósítani, akkor azok a tervek gyakorlatilag készen vannak és benyújthatók egy újabb pályázatra. Ezekre készülünk. Hát olyan 50-60 probléma szerepel a listán. Nagyon szeretnénk, ami nagyon nagy probléma a településen, hogy 20 olyan belterületi útunk van, amely földút.
Ezeknek a legjobban talán a stabilizálása volna szükséges, de nem ártana, hogyha aszfaltos borítást kapna. Ennek rendkívül magas a költsége, természetesen meg kell tervezni, tehát a terveztetésnek is van egy költsége. Szeretnénk ezen az állapoton javítani. Az előző évben is sikerült, tehát kisebb pályázatokból, a Magyar Falu programból 2 pályázatot is nyertünk, amelyekből egy-egy utat sikerült megvalósítani. 5 kisebb utat építettünk meg az előző évben, egy saját forrásból. Ez rendkívül jól hatna a lakosság komfortérzetére, tehát ezek nagyon fontosak, be vannak tervezve. Szeretnénk a gyermekétkeztetési helyzetünket is megoldani, tehát van egy szociális főzőkonyhánk, de pillanatnyilag 250 fős adaggal működnek. Szeretnénk ezt esetleg kibővíteni, és az általános iskolás, óvodás, bölcsödés gyermekeinknek és akár az időseknek is egy helyen tudjanak főzni, és így a közmunkaprogramból előállított nyersanyagokat is föl tudnánk használni, csökkentve a kiadásainkat, és megbízható forrásból származó nyersanyagokból tudnánk dolgozni. Utak tekintetében még van olyan, ami már egy 20 éves tervünk és nem valósult meg, van egy elkerülő szakasza a Bátszalóknak. Mi elkerülő útnak hívjuk, ez a, ami a közvetlenül a gát mellett a település szélén megy végig, ezt az utat szeretnénk folytatni a benzinkút irányába, ez föltárná a szalóki résznek azt a területét, ahol kicsit ott elhanyagoltabb utak is vannak, illetve a turisztikai részen is tudna lendíteni, ami gazdaságilag tudná segíteni a településnek a működését. Szeretnénk egy integrált, kulturális, oktatóteret, turisztikai, információs teret létesíteni az iskola, a régi iskola, a régi A épületből, ami régen katolikus iskola volt. Ez egy ikonikus épülete a településnek, a Csipesz előtt van, előtte van a Csipesz elhelyezve, mint a település egyesülését szimbolizáló szobor. Ez egy eklektikus épület, gyakorlatilag ilyen már nem nagyon található a településen, szeretnénk ezt küllemében így megmenteni, és ilyen célra, ilyen oktatási, turisztikai célra felhasználni. Egy helyre szeretnénk behozni a népviseletbe öltöztetett babáinkat, a könyvtárat, a helytörténeti kiállítást, csipkeházat, csipkeszobát, illetve a helyi értéktárnak egy kiállító termét, és itt szakmai oktató teret is szeretnénk létrehozni, hogy a későbbi olyan humán pályázatoknál, amelyeknél munkaerő forrás szükséges, átképzés szükséges, akiknek tanfolyamokat lehetne szervezni, ezt ebbe a térbe szeretnénk behozni, hiszen bízom abban, hogy a település folyamatosan lépésről lépésre fejlődni fog, és hát képzett munkaerőre is szükség lesz. Polgármester úr, ezek a fejlesztési elképzelések a település minden egyes szegletére és minden területére tartalmaznak újításokat, ami majd az ott lakókat, illetve a környező lakókat is boldogabbá teheti. Kívánok én ehhez erős egészséget, erőt, kitartást, nagyon jó csapatot, mert ehhez összehangolt csapatmunka szükséges, és váljanak valóra ezek az elképzelések a Bátszalókon. Köszönöm szépen, igyekezni fogunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, önöknek köszönöm szépen a figyelmet.